Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió keddi híradóját látják. Nézzük fontosabb híreinket röviden. Gróf Széchenyi Istvánra emlékeztek. Sopronban és Nagycenken is fejet hajtottak a legnagyobb magyar emléke előtt. Kilátók napja. A hétvégi ünnepségen megemlékeztek Andrássy Péterről, Sopron díszpolgáráról is. És családi délután. Megelevenedett a római és a keltakor a hétvégén a bécsi dombi amfiteátrumban. 230 éve született Gróf Széchenyi István. A legnagyobb magyar tiszteletére a Széchenyi István gimnáziumban tartottak ünnepséget a diákok jelenlétében. Az eseményen Farkas Gábor igazgató méltatta Széchenyi munkásságát, majd dr. Farkas Ciprián polgármester emlékezett Sopron első díszpolgárára. A megemlékezésen koszorút helyeztek el az iskola Széchenyi szobránál. A Széchenyi István városi könyvtár igazgatója is részt vett a főhajtáson. Széchenyi István a reformkori politikai küzdelmek egyik vezéralakja, aki a gazdaság és a közlekedés mellett Magyarország köz- és sportéletének szervezésében is halhatatlan érdemeket szerzett. Széchenyi István születésének 230. évfordulójáról Nagycenken a Széchenyi mauzóleumban is megemlékeztek kedden. Egresicsné Firtl Katalin, az Eszterháza központ ügyvezetője hangsúlyozta, Gróf Széchenyi István emléke előtt a kastély történelmi felújítása miatt a mauzóleumban tisztelektek, és kisfilmet is készítettek az évfordulóra. A főhajtáson Barca Attila országgyűlési képviselő kiemelte, Sopronban és térségében különösen büszkék lehetünk a gróf munkásságára, hiszen a mi térségünknek a szülötte és életének jelentős részét is itt töltötte. A magyar kormány mindent megtesz azért, hogy a Széchenyi örökséget megőrizze. A nagycenki Széchenyi örökségnek egy jelentős felújítása zajlik jelenleg. Ahogy Széchenyi mondta, egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen. Ebben a szellemiségben kell a Széchenyi által meghatározott eszméket tovább vinnünk. Ez biztosíték arra, hogy hazánk jó irányba tartson a jövőben is. A kulturális örökség napja alkalmából ismét megtartották a kilátók napját a Soproni Károly kilátónál. A Soproni Városszépítő Egyesület rendezvényén megemlékeztek Andrássy Péterről, Sopron díszpolgáráról is. A Soproni Városszépítő Egyesület és a TOEG ZRT által szervezett ünnepségen dr. Józan Tibor, a Soproni Városszépítő Egyesület elnöke köszöntőjében kiemelte, éves programjuk fontos eleme, hogy a kulturális örökségvédelem napján a Károly magaslati kilátónál ünnepelnek. Különleges az esemény, hiszen Andrássy Péter, aki ezt a kiállítást megálmodta, létesítette, gondozta, nemrég távozott tőlünk. Ma őról emlékezünk meg elsősorban. A város nevében dr. Simon István köszöntötte a kilátó napi rendezvény résztvevőit. Az alpolgármester úgy fogalmazott, már régi hagyomány, hogy szeptemberben a Soproni erdő szívében a Károly magaslaton tisztelegnek a résztvevők a természet szépsége előtt. Ilyenkor megköszönjük a több mint 150 éves nagyszerű városépítő egyesületünknek az áldozatos munkáját, a misszióját, amiben nagy szakmai tudással, nagy elkötelezettséggel és magas etikai hozzáállással viszi ezt a missziót, hogy óvja az épített környezetet lenne a városba, itt pedig a természeti környezetet. Én azt gondolom, hogy ez az egyesületünk párját ritkítja, szerintem Magyarországon ilyen nincs is, de talán a világon is kevés. És ilyenkor köszönetet mondunk mindenkinek, aki segít ebben az ügyben, az erdőgazdaságnak, az önkormányzatnak, a civil szervezetnek, civil szervezeteknek, és minden embernek, aki ebben az ügyben valamit hozzátesz ehhez a szép dologhoz. Aztán ilyenkor egy kicsit értékelünk, visszatekintünk, mérleget vonunk, emlékszünk a nagy elődökre, Kita Ivel párra, Muk Endrére, Winkler Oszkárra, aztán Csapodi Istvánra, kérem szépen Andrássy Péter tanár úrra, Kuminski Mihály professzor úrra, és még sorolhatnánk Gombóc Endrére a teljesség igénye nélkül. És kérem szépen, jó nekünk itt lenni, itt a Károly magaslaton, és jó ügyben együtt lenni, igazán emberi, igazán polgári, igazán soproni. Bánáti László, a Tanulmányi Erdőgazdaság oktatási és közjóléti igazgatója elmondta, a kilátók napját a Soproni Városszépítő Egyesület és a TOEG ZRT már a kezdetek óta közösen szervezi.
Egy különleges rendezvényre készülünk, és egy különleges alkalom van, egy sajnálatos alkalom, ugyanis a mai ünnepségen Andrássy Péter tanár úrról emlékezünk meg, aki ennek a rendezvénysorozatnak többek között a megálmodója és elindítója volt. Én úgy gondolom, hogy tanár úr élete és munkássága egy nagyon fontos dolog számunkra, hiszen azt tudni kell, hogy aki ma följön a Károly kilátóra, ami itt fogadja, az tulajdonképpen az ő munkásságának köszönhető. A megemlékezések után dr. Józan Tibor, a Soproni Városépítő Egyesület elnöke, dr. Simon István alpolgármester, Abdai Zsolt önkormányzati képviselő és Bánáti László oktatási és közjóléti igazgató közösen ültették el azt a fát, amely Andrássy Péternek állít emléket. Sopronba érkezett Zelei József. A kerékpáros békenagykövet hagyományosan emléktúrákat szervez és biciklizik végig. Most a híres kalandorra, Benyovszky Móricra emlékezik útján. Zeli Józsefet Filip Márk és Abdai Zsolt önkormányzati képviselő köszöntötték hétfőn a főtéren. A kerékpáros békenagykövet a 280 éve született és 235 éve elhunyt híres felfedező és kalandor Benyovszky Móric tiszteletére kelt útra. A Benyovszky Móric emléktúra, ami a Kárpát-medence, és leginkább a Kárpát-medence a határon túli magyar lakta területeket kívánjuk bejárni, beszámolni arról, hogy végig jártuk Benyovszky Móric életét, tehát egy Benyovszky Móric emléktúra volt, és ebből készült a film, és a nagyobb városokban, megyeszékhelyeken ezt szeretnénk bemutatni, és erről az úti élményről beszámolni, népszerűsíteni Benyovszky Móricot. A béke, amit Zelei József képvisel, fontos fogalom minden korban, hangzott el a köszöntésen. Napjainkban szerintem talán aki kicsit nyitottabb szemmel néz körbe a világban, láthatja, hogy mindennél fontosabb ma a béke fogalma, ma is a béke fogalma, de mindenképpen egy olyan embert köszönhetünk, aki szó szerint zászlajára tűzi ezt, hogy a békéért teker, a békéért kerékpározik, és önmagában ez a fogalom az, ami mindenképpen tiszteltet érdemel. Ezért fogadja Sopron mindig nagy szeretettel Zelei József urat is, és hát nem csak Sopron természetesen, úgyhogy az ő életútjával és az ő tapasztalataival mindenképpen érdemes megismerkedni amúgy is, tehát a békenagyköveti tapasztalataival. A béke nagyon fontos, az igaz béke nagyon fontos, tele vagyunk hamis békét ígérgető emberekkel, mozgalmakkal, az igaz béke nagyon fontos. Zelei József a tervek szerint Madagaszkárt is felkeresi, ahol Benyovszky Móricot a benszülöttek vezetőjükké választottak. Megelevenedett a római és a kelta kor a hétvégén a bécsi dombi amfiteátrumban. A családi délután során a kicsik és nagyok látványos bemutatókon és játékos programokon ismerkedhettek meg a korabeli kultúrával, történelemmel. A fűszeres római buci is jár. Gyermek Zsivaj töltötte be szombat délután a bécsi dombot. Az amfiteátrum napon római légiósok, kelta harcosok tartottak bemutatót. A rendezvény megnyitóján dr. Simon István köszöntötte a résztvevőket. Sopron alpolgármestere hangsúlyozta, a program remek közösségi és kulturális élmény biztosít a helyieknek. Sikerült kormányzati pénzt szerezni erre a nagyszerű rendezvényre, aminek az a célja, hogy a helyi közösséget erősítse, építse. Erre két lehetőség van ezen a rendezvényen. Egyrészt találkoznak itt egymással a helyben vagy a környékben élők, a családok, a felnőttek és a gyerekek megismerik egymást, meg van egy szép közös kulturális rendezvény élményük. Másrészt pedig lehetőséget biztosítunk ezzel arra, hogy megismerhetik az itt élők ennek a környéknek a 2000 éves gazdag történetét. Megtudják, hogy miért Bécsi domb a Bécsi domb, Bécsi út a Bécsi út, Pozsonyi út a Pozsonyi út, mi a esernyősház, mi a Mária Celli kereszt, mi a koronázási emlékmű, a koronázó domb, mi a virágvölgy, mi a skarbancia, mi az amfiteátrum, mi történt itt, aztán mi az, hogy Ödenburg, az elhagyott vár, Sopronnak a német neve, mi az, hogy Erdburger dűlő, vagy Erdburger utca, ez földvárnak gondolták a középkorban, és így tovább. Tehát megismerik ezt a környéket, itt, ahol születtek, itt, ahol élnek, megismerik a hazájukat, és máshogy ballagnak itt el. Érzékelni fogják azt, hogy miénk itt a tér.
A kelta hagyományokat, a soproni bojkert a közösség mutatta meg a kilátogatóknak. Elsősorban a fiatalokat kötötték le a harcászati eszközök. Autentikus életképeket mutatunk be a római kor előttről, a korai és késő vaskorból. Vannak itt különböző tárgyak, hétköznapi használatú tárgyak. A soproni gyapjú szövőkör kifejezetten kelta motívumú, saját készítésű szőtteseket mutat be. A 15. Apollinaris Legio Scarvanci Egyesület tagjai római kori katonai öltözetben jelentek meg, és az első századi harcosok napi életviteléből adtak ízelítőt a résztvevőknek. Mi megpróbáljuk megmutatni az első századi római hadsereg felszerelését, életvitelét, körülményeit, mit és hogyan csináltak ezek a katonák abban az időben. A modernkori küzdelemben is elengedhetetlen a közelharc. Többek között ezeket a képzési folyamatokat is bemutatta a Magyar Honvédség soproni járási százada. Bizony napjainkban is szükség van arra, hogy a katonákat megkapják a megfelelő kiképzést, hiszen saját magukat, bajtársukat, az előjárókat, vagy éppenséggel valamilyen épületet meg kell védeni, vagy el kell foglalni, és bizony sajnos akkor előfordulhat, hogy szükség van arra, hogy puszta kézzel, hogy úgy mondjam, meg tudják védeni magukat. Akik megéheztek, a római császárkorban népszerű ételeket kóstolhattak az amfiteátrum napon. Egész napos idős barát nyugdíjas piknikre várták az érdeklődőket kedden Sopronban. Az egész napos program a Soproni Evangélikus Egyházközség, a Soproni Szociális Intézmény és az Idősek Európai Háza Alapítvány szervezésében valósult meg. Sokszínű egésznapos program várta a Sopronból, a városkörnyéki településekről és a határon túlról érkező nyugdíjasokat kedden az Interreg-Kóécs osztrák-magyar határon átnyúló pályázat keretében megvalósuló rendezvényen. Az egészségmegőrzés jegyében délelőtt erdei túra várta a piknikezőket. 10 órakor több száz résztvevő várta az indulást, hogy felfedezzék a soproni parkerdő szépségeit. Szeretnénk megmutatni, hogy mi nyugdíjasok is hasznos tagjai vagyunk a magyar társadalomnak. Ezzel a gyaloglással, amit az Alzheimer Café keretén belül elindítottunk, szeretnénk, hogy az idős emberek megőrizni tudják az egészségüket, a fittségüket, hogy egy kicsit növelni tudják a koruknak megfelelő edzettségüket, hogy esetleg lassítani tudják ebben a korban már óhatatlanul előforduló krónikus megbetegedéseiket, és hát a gyaloglás az alacsony intenzitási testmozgásnak egyértelmű az egészségre gyakorolt pozitív hatása. A gyalogló túra az Erzsébet kertig vezetett, ahol zenés, ingyenes piknikebéd várta a túra résztvevőit. Ezt követően a GYIK rendezvényházban a Szívvilágnapja és az Alzheimer Világnap közös rendezvényét élvezhették a résztvevők, majd az Erzsébet kertben zenés táncos mulatság zárta a programot. A délutáni eseményekről szerdai híradónkban számolunk be. Vidám és szórakoztató programokkal várták az érdeklődőket vasárnap Bremberg bányán a Szent Borbála téren. A jó hangulatról többek között Sopron város fúvós zenekara és az Abba Sisters együttes gondoskodott. A szervezők ugrálóvárral, lufi hajtogatással és arcfestéssel is készültek a gyermekek számára. Az eseményen Stöcker Tamás, a Bremberg bánya Óhermes Újhermes Görbehalom települési részi önkormányzat elnöke és Mágel Ágost önkormányzati képviselő is részt vett. Vadászkutya bemutató, vadászkürt koncert és gyermekprogramok is várták az érdeklődőket a hétvégén az Erdőháza Ökoturisztikai Látogatóközpont családi napján. Vadászkutya bemutató is színesítette az Erdőháza hétvégi családi napját. A program az Egy a természettel mottójú 2021-es vadászati és természeti világkiállítás jegyében született. A sokszínű rendezvény számos családot csábított az Ökoturisztikai Látogatóközpontba. A programot a Soproni Lővér Vadászkürt Egyesület nyitotta meg, és ezt követően nem sokára az első kutyás bemutatóra kerül sor, amely majd a délután során megismétlődik, illetve egész nap várjuk a gyerekeket, hiszen van ugráróvárunk, és a Soproni Egyetem pedagógiai karának hallgatói is készültek a gyerekek számára a kézműves foglalkozásokkal. A nap folyamán vezetett túrákat is élvezhetett a közönség a Vadasparkban, szakmai előadások és filmvetítés is színesítette a családi napot. Különleges koncerttel tisztelgett a hétvégén a Pedagógusok Soproni Művelődési Háza a népszavazás centenárium előtt. Szombaton reggeltől kora estig a Petőfi téren felállított színpadon pedagógusok léptek a színpadra, összesen 100 dallam szállt a nap folyamán a téren. Több mint 60 pedagógus szerepel, és különböző műfajokban.
komoly zeneit hallhatnak az ideérkezők. Most éppen a hátunk mögött majd egy jazz műsor lesz, aztán lesznek énekari bemutatók, volt gyermekkoncert, táncdalok lesznek, tehát arra törekedtünk, hogy bemutassuk, hogy milyen sokszínűen tudnak zenélni a pedagógusok. Csapadékos szerda elé nézünk, az időjárásról további részleteket híradunk után hallhatnak. Ezután Mozaik című műsorunk következik, melynek vendége T. Horváth József zenész, zeneszerző lesz. Majd Limonádé című magazinunkat láthatják. Kedves nézőink, önök a Sopron Televízió keddi híradóját látták. További híreinket keressék a sopronmedia.hu oldalon. Én valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra! Szerdán már reggel megnövekszik a felhőzet, napközben már többfelé eleredhet az eső. Délután előbújik a nap. Szeles időben csupán 12-17 fok várható. Csütörtökön hosszabb, rövidebb napos időszakokra mindenütt számíthatunk, de délután már több lesz a felhő. Időnként élénk lehet a nyugati-délnyugati szél. Hajnalban 1-9, délután 16-22 fokot mérhetünk. Pénteken erős, viharos, északnyugati szél várható, és kisebb záporok is lehetnek. 17-25 fok várható a legmelegebb délutáni órákban.